Jelenleg így fest az alsóvárosi rét. Jól látszik, hogy mely részekre kerül majd abból a 10 000 tölgy, juhar, nyár és vadkörtefából, melyek egy erdőrészt alkotnak majd a jövőben. Ha minden jól megy, akkor évtizedek múltán már egy erdősáv lesz köztem és a kamera között. A múlt héten kezdte el a kivitelező itt a facsemeték telepítését az alsóvárosi réten. Ha az időjárás is engedi, akkor 1,5-2 hektárnyi erdőt tudnak elültetni egy nap alatt. Így nagyságrendileg 2 hét alatt ültetik el az összes fát a réten, 15 hektáron. Ezt követi majd, várhatóan tavasszal a több mint 800 kétszeresen iskolázott, már nagyobb facsemete elültetése a sétányok nyomvonala mentén, melyek szépen körvonalazódnak már a réten, mint ahogy az épülő kiszolgáló épület alapja is. A 2 milliárd forintos fejlesztés a Fehérvár tüdeje program részeként valósul meg. A tervek szerint nyár végén vehetik majd birtokba a fehérváriak az új zöld területet. Egy erdőtelepítés akkor tekinthető sikeresnek, ha az első kritikus évet követően a csemeték több mint 70%-a életben maradt. Ez esetben pótlásra nincs szükség. Amennyiben azonban az időjárás nem lesz idén kegyes, és a veszteség magasabb lesz ennél az aránynál, úgy utólag pótolják majd a szükséges mennyiségű facsemetét a réten.